Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag a Linux Mintről fogunk beszélgetni egy picit, annak a kernelének, tehát a rendszermagjának, a frissebb verziójának a telepítéséről fogok beszélni. Ezt kétféle módon tudjuk megcsinálni, de előtte leszeretném tisztázni, ez egy komoly feladat. Aki kezdő, az első részben elhangzott, illetve a későbbiekben elhangzó gondolatot tegye meg, azaz grafikusan az erre rendelt programmal végezze el ezt a feladatot. Kettő, a második gondolat, ami nagyon fontos. Ha te feltelepítetted a Linux mintet, vagy akármelyik disztribúciót, annak a felrakott kernelje, rendszermagja automatikusan frissülni fog, amikor te frissítesz, az esetek 99,9%-ában, azaz nincs semmi olyan teendőd, hogyha nem szeretnél egy frissebb verziójú, magasabb fő verziószámú kernelt feltenni, amit külön meg kellene tenni a Linux mint ezt a feladatot, tehát a kernelet frissítését, a verzió frissítést meg fogja tenni neked automatikusan az alverziók szintjén, tehát nem kell hozzányúlni, hogyha nem kell a frissebb, újabb kernel. Azaz, hogyan is frissítünk kernelt? Először is elindítjuk a frissítést kezelőt, hogy te az ikonról indítod, vagy a menüből indítod, vagy terminálból, teljesen mindegy. A következő lépés az, rákattintasz a frissítésre, hogy az összes adatbázis, a csomagokat tartalmazó adatbázis sor, az felfrissüljön, és a lehető legfrissebb adatokat kap meg, azaz a rendszered tudja azt, hogy bizony melyik a legfrissebb rendszermag, amit te szeretnél telepíteni, vagy amihez hozzá kell nyúlni. Utána, hogyha van olyan dolog, vagy már előtte kijelezte, hogy vannak frissítendő csomagok, azokat automatikusan frissíts, azaz a telepítésre bökél. Jelen pillanatban nekem nincsen frissítendő csomagom, hiszen hétvége van, most veszem fel ezt a videót, tegnap már felfrissítettem a rendszeremet, azaz először is adatbázis frissítés, illetve a csomagok telepítése. Amikre szükség lehet, én azt mondom, hogy minden nagyobb művelet előtt a rendszert a legfrissebb állapotba kell hozni. Azaz, nézzük is meg, hogy nézet, rákattintasz és Linux kernelek. Logikusan, hogy a Linux kernelekre kell kattintani, hiszen azzal fogunk foglalkozni, elolvasod az itteni kockázati figyelmeztetést, a kernel telepítése és a kernel használatba vétele két dolog. A rendszereden lehet akármennyi, jó, oké, én úgy gondolom, hogy 2-3-4-nél több nem kell, egy se legyen, de 100 se legyen, azaz meg kell találni ezt a 2-5 közötti távolságú, darabszámú kernelt, amit szeretnél használni, kipróbálni, és legyen biztonsági dolgod is, azaz ennyi kernelnél több nem kell, de legalább egy darab kernelnek lenni kell a gépeden, de egy darab kevés. Legalább kettő legyen, hogyha probléma van, a másikkal tud indítani, azaz a telepítés, amit most csinálunk, és a használatba vétel eltér egymástól, hiszen akkor lesz egy kernel élő, az új verziójú kernel, amikor újraindítod a rendszert és kiválasztod. Hogyha már kettő van, bootoláskor a listából kiválaszthatod azt a kernelt, amit szeretnél te használni. Ez nagyon jó dolog, hiszen hogyha kettő darab kernel van, és rám hallgatsz, egy régebbi, hosszabban támogatott kernelt is felteszel a biztonság kedvéért, akkor ha az újabb, legújabb kernellel neked problémád van, akkor természetesen rendszerindítás után a régebbit kiválasztod, a hosszan tartó és folyamatosan támogatott és nagyon kipróbált, de esetleg régebbi kernelt, és akkor azzal indulni fog a rendszered, azaz legalább kettő legyen fent, és hogyha már kettő fent van, akkor nyilvánvalóan az egyik legyen egy biztonságosabb, atomstabil, hosszabban támogatott LTS kernel, akkor a problémák lehetősége közel nullára lecsökkenni. Elindítottuk a kernel frissítő kis programocskánknak ezt a részét, gyakorlatilag mit látunk? Ahogy lehet látni, jelenleg háromféle kernel verzió van a Linux mintbe, 5.15-ös, 5.12-es és a 6.2-es. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ezek közül választhatsz. Igen, tudom, vannak olyan rendszerek,
amelyik legalább 100 fajta kernel típust, verziószámot meg egyebet ad, és azok között válogathat. A Linux Mintnél az a kedvező dolog, hogy ők kiválasztják azokat a kerneleket, amik véleményük szerint jók, és azokat a verziókat fogják neked adni, ami a legfrissebb, 3 darab. Aki ebből a 3-ból nem tud választani, ő neki igazából nem feltétlenül a Linux Mint a kedvence, mert ő sokat szeret barkácsolni, vagy olyan a rendszere, amihez kell egy másfajta kernel. Én azt mondom, hogy nézzük is meg. 5.15-ös. Ez egy régebbi típusú, de a támogatása 2027 áprilisáig tart. Azaz, gyakorlatilag nincs olyan teendő, ha ezt használod, és ez megfelel, ami a kernellel kapcsolatos automatikusan frissül és működik. Mi ezzel a probléma? Semmi. Egy ilyen kernelt, hogyha nincs ez alaptelepítésedbe, benne van természetesen, hiszen látni, hogy ez telepítve van, akkor telepíts. Ez a biztonsági kapud, amihez akkor mész, amikor az egész rendszered nem indul esetleg telepítés után, kernel telepítés, meg macerálás és piszkálás után, ehhez mész bútoláskor, kiválasztod és működni fog. Mit látunk itt? Telepítve van a 76 végű, ez az alverziójú. Ez a 076-os, ez egy régebbi, de már nem támogatott. Ehhez neked igazából nem kellene hozzányúlni, de hogyha már sok ilyen telepített és nem támogatott régebbi alverziók vannak, akkor azokat érdemes eltávolítani. Az aktív, ami jelenleg működik, és ez terminálban az UNAME kötőjel R parancsal is le tudjuk hívni. Nézzük is meg, hogyan működik ez. Ide megyünk, azt mondjuk, hogy UNAME kötőjel R, és akkor ki fogja írni nekünk, hogy a 78 végű, 5.15.0 kötőjel 78 végű kernelt fogjuk használni jelen pillanatban, azt használjuk, nem fogjuk. Természetes, egy kernel mindig fut, ami irányítja a rendszerünket, ő az aktív. Ami telepítve van és régebbi, és már nem támogatott, ami nem támogatott, elavult és egyéb, azokat el tudjuk távolítani, nem feltétlenül kell, de helyet foglal, én szeretem eltávolítani. Eltávolítása egyszerű. Alkalmazra bújkünk, és alkalmazni is fogjuk. A, megadjuk a titkos 3 darab A betűből álló jelemet, és akkor ő elvégzi a dolgát, dolgozik. Eltávolítani csak olyan kernel tudsz, ami nem fut, tehát az aktív kernelt nem tudod leszedni. Ha az aktív kernelt szeretnéd eltávolítani, akkor kell valamit telepítened, és utána tudod leszedni. Oké, elmondta, hogy a rendszer naprakész, leszette, amit kell. Hogyan adunk hozzá még egy kernelt? Én azt gondolom, hogy hát bizony az előbbiek szerint az 5.15-ös egy régebbi, hosszabban támogatott, de nem biztos, hogy az újabb verziójú, újabb gépeken ez szépen fog működni, mert nyilván az 5.15-ös valamikor elkészült, az ahhoz lévő gépekhez tartozó akármilyen programrészek ebben benne vannak, jöttek az újabb processzormagok, újabb egyebek, amiket támogatni kellene, az belekerült az 5.19-esbe, a 6.1-esbe, 6.0-asba, 6.2-esbe, és előfordul, hogy ez a kernel nem támogatja teljes mértékben megfelelően a te hardveredet. Milyenkor a teendő? Vagy az 5.19-es közül kiválasztod a legújabbat. Igazából elavultat nem érdemes feltenni, én azt gondolom, hogy ha az 5.19-es sorozatból szeretnél kiválasztani, akkor a legújabbat. Érdemes, látható már az 50. alverzió, 50. javított, hibajavított dolognál tartunk, vagy pedig ugorhatunk egy nagyot, ha újabb géped van, ez úgy nagyjából én úgy érzem, hogy 1-2-3 éves gép, akkor természetesen a 6.2-est is feltehetjük. Akkor már 2 darab kernelünk lesz, és menet közben, mármint indításkor erre nagyon figyeljünk, mert menet közben azért nem lehet kerneleket olyan könnyen váltogatni, indításkor ki tudjuk választani, hogy melyikkel induljon. Ha olyasmi van, hogy nem támogatott a te processzorod, akármid, eszközöd kernel szinten, akkor az újabb fele kell nézegetni. Itt a 6.2.0.26-os a támogatott, a tervezett telepítés közül tudunk választani.
eltávolításnál is van ilyen, hogy tervezett telepítés, tervezett eltávolítás, vagy azonnal telepítsen. Nyilvánvalóan, hogyha újabb kernelt szeretnél telepíteni, meg régebbieket, több régebbit leszedegetni, akkor nem egyesével szedegeted ki, tervezett eltávolításra böksz, és akkor beállítja egy sorrendbe. Megint elmondom, az aktív, éppen most futó kernelt nem tudod eltávolítani, tehát nem tudsz olyasmit csinálni, hogy kikapod a rendszer magot a rendszered alól, csak akkor, hogyha másik kernel fut, erre nagyon figyeljetek, jó? Tehát igazából nagy balhét nem tudunk csinálni, én azt mondom, ami régi leszedni, ami pedig éppen kell, plusz egy olyan, ami LTS hosszan támogatott, látható volt az 515-ös az 2027-ig, valami idáig volt támogatva, odáig bizony a hibajavításokat megkapja. Odáig, amíg a dátum ki van írva 2024 februárja, odáig ez a kernel működni fog. Később is működik, csak nem kapsz hozzá hibajavításokat, tehát elmegy 620 akármennyi, 72, mondtam egy számot, és utána már nem lesz verziószám ugrás, mert lejár ennek a szavatossága. Az LTS hosszan támogatott kerneleknél pedig az van, hogy 27, 28, 29 akármeddig támogatott lesz, azaz olyannak fent kéne lenni, és akkor a telepítésre bökünk, telepíti. Biztos benne, hogy telepíti a akármilyen kernelt? Igen, igen, ezt szeretném telepíteni. A rendszerem napra kész, mivel hogy még éppen él a sudó jogom, az előbb megadtam a titkos jelszavamat, akkor be se kéri a jelszót, hogyha folyamatosan dolgozunk sudó joggal. Nekem 15 percre van beállítva a rendszerem, odáig nem kéri be újra, ha lejár ez az idő, akkor újra bekéri, szóval elvégzi a dolgokat részletekre kattintva, megnézheted, hogy mi az, ami éppen folyik, ő elvégzi a dolgait. Oké, itt háromféle kernel verziót tudsz telepíteni ezzel a grafikus felülettel, én azt mondom, hogy kezdőknek ez természetesen elegendő, hogyha más kell, mert ilyen-olyan kell, akkor két lehetőséged van. Vagy elkezdesz az interneten turkálni, vagy pedig az Ubuntu-nak a hivatalos, ezt kihangsúlyozom, mert azért általában el szoktam mondani, hogy ezek a ilyen-olyan tárolók berakása nem feltétlenül egészséges a rendszeredre, de hozzáteszem, a Linux, mint az Ubuntu kisgyereke, hogy így mondjam, ő neki a leszármazója, akkor az Ubuntu-nak a tárolóját így tudod használni, ez nem akárkiknek, hanem az Ubuntu-nak a készítői kernel csapatának a hivatalos tárolóját beleteszed. Ez több lehetőséget ad. Ez több lehetőséget ad, illetve van egy egyéb általam nem javasolt dolog, hogy kernelt fordítasz, vagy interneten kutogatsz olyan kernelek rendszermagok iránt, ami esetlegesen neked jobban tetszik. Kezdő, középhaladó, maradjon a hivatalos útnál, mert össze tud jócskán omlani a rendszeret, hogyha a kernelt jól eltolod, és azzal próbálod indítani, nem működik, hülyeséget csinál, egyáltalán el se indul, utána meg lehet sírni az interneten, hogy hogyan hozom helyre ezeket a dolgokat, nem alapvető ismereteket elváró, hanem komoly ismereteket elváró dolog, az, hogy egy kernelt lefordíts, vagy egy éppen a rendszeredhez nem tökéletesen illő, arra bekonfigurált kernelt használj, tehát maradjunk meg a hivatalos útnál. Oké, hogyha mégiscsak ennél frissebb, legújabb kernelt szeretnék használni, akkor milyen lehetőségeim vannak? Elindítom a terminált, hogy mindenki azért átérezze, hogy terminálos munka, az kifejezetten olyan, hogy oda kell figyelni, és lehet látni, hogy sudo jogokat vár el a dolog. Én azt mondom, ami elé oda van írva, hogy sudo, az a rendszert érintő dolog, ami kernel szó bent van, az bizony egy komoly dolog, a rendszernek a magját érintő dolog, azaz oda kell figyelni. Ennek örömére egy kicsit megnagyítom a betűméretet, hogy mindenki jól tudja olvasni. A kernel frissítésnek az előbb elmondott teendője az első lépés, a rendszer frissítése, programok frissítése, mivel az előbb megcsináltuk, most le fogom futtatni azért, hogy lássátok, hogy először ezt kell megtenni,
az bizony lefuttatjuk az upgrade-et, le fog futni, és semmi történés nem lesz, hozzáteszem. Semmi történés nem lesz, mert nem történt semmi az elmúlt 5 percben, amíg grafikusan lefrissítettem a rendszeremet, és nem kell semmit csinálni. A rendszernek nem történt változás, de ezt megcsináljuk, majd felvesszük a megfelelő PPA-t. A leírásba belinkelem az ehhez tartozó cikkemet, írományomat, és ott lesz ennek a PPA-nak a pontos címe, de innen is kimásolhatjátok. Elvégezzük a PPA hozzáadását. Alapvetően elolvasuk, hogy nem ajánlott ezt a PPA-t hozzátenni. A kernelekkel kapcsolatos egyéb ilyen újításokat, hozzátett dolgokat, a hivatalosnál valamivel frissebb, eltérőbb dolgokat hozzáadni nem ajánlott, de nyilván most mi felnőttek vagyunk, tudjuk, hogy ezt a kernel verziót, amit éppen használunk, annál nekünk újabb kell, szebb kell, másabb kell, és ezért választjuk ezt a PPA-t. Oké, elvégzi a dolgot, hozzáadja a kulcsot, hitelesítő kulcsot, erre a sorra érdemes oda nézni a Canonicalnak, tehát az Ubuntu készítő cégének a kernel tímje. Tehát nem valami gagyi innéd onnan összeszedett dolog lesz ez, hanem a hivatalos, az Ubuntu-nak a hivatalos kernel forrásait fogjuk, programforrásait, így értem, használni, update-eljük a dolgokat le, ennyi látható, lehívjuk a csomaglistát, lehet látni, hogy kaptunk egy csomó új sort, a Canonical kernel témnek a PPA-ja az megvan, kiválasztotta természetesen a Jamie-t. 4 csomag frissíthető, nyilván nem a csomagokat szeretnénk frissíteni jelen pillanatban, hanem az újabb kernel verziót telepíteni, a legújabb kernel verziónak a telepítése, egyszerű, én csak erre fogok kitérni. Más kernel típus, más kernel verzió telepítése pontosan így fog történni. Úgy fog történni, mint egy csomag telepítése, de annyi a különbség, hogyha te a csomagot, akármilyen program csomagot, mondjuk a Rangernek a program csomagját felteszed, és valami probléma van, vagy valamit eltoltál, akkor nem indul a Ranger nevű programocska, de hogyha a Linux kernellel vacakolsz, és nem pontosan dolgozol, felteszel olyat, ami nem a rendszeredhez tartozik, akkor nem fog indulni a rendszeret, és annak a rendbehozása problémás lehet kezdőnek, de nyilvánvalóan, hogyha rám hallgattál, már meghagytad, vagy telepítetted, hogyha nincs alaptelepítésbe, az LTS 25 tartó, 25 támogatott kernelt, akkor aztán nem lesz nagy probléma, lehet, természetesen lehet, egyértelműen, hogyha fent van egy LTS kernel, rendszermag, akkor az olyan jó kis biztonsági kapu, hogyha nagyon kell, azon tudsz menekülni egy régebbi, de atomstabilan működő kernellel elindítod a gépedet, alaptelepítésben megkapjuk a mintnél az LTS-t, nem is okozhat ez gondot, hogyha azt nem szeded le. Oké, sudo apt install nem okoz gondot, és a Linux generic-et fogjuk feltenni. Ez az alap kernel kérje azt, hogy XYZ egyéb akármiket fog telepíteni, javasolt dolgokkal nem fogunk mi foglalkozni, a dokumentum nem kell, a Linux kernelnek a forráskódja nem kell. Igen, tudom, hogy a profik úgy forgatják le, fordítják le a kernelt, hogy letöltik a forráskódot, és ők konfigurálják, de ez a videó nem profiknak. A belinkelt leírás nem profiknak szól, hanem kezdőknek, középhaladóknak. A Linux Tools az különböző Linux kernel ilyen-olyan piszkálgató, állogató, az konfigurálgató dolgokat tartalmaz, nekünk jelenleg ez nem kell, a többire odafigyelünk, és ez bizony működni fog. Azt is észre kell venni, hogy a Linux Generic, ez a program, amit elindítottam, az adott éppen futó kernelt fogja felfrissíteni egy magasabb verziószámra. Hát bizony megnézhetjük egy másik terminálban, mert fejből azért én soha nem tudom ezeket a számokat, hogy jelenleg a 78-as kernel van bent hivatalos a Linux mintben, ők pedig a 81-est adják. Nem nagy ugrás, de előfordulhat, hogy olyan hibajavítások, olyan dolgok kellenek,
neked, ami a 78-asba nincs benne, de a 81-esben már bent van. Tehát akkor érdemes ezt használni, hogyha tudod is, mit csinálsz. Oké, nyilván ez egy LTS kernel, nagy problémák nem szoktak vele lenni. Le fogom igenezni, és akkor ő letölti a dolgokat, le fog futni ugyanúgy, csak terminálba, mint az előbb. Elvégzi a saját dolgait, és hogyha a legközelebb már használni fogjuk ezt a kernelt. Hogyan használunk egy kernelt? Nem úgy, hogy indítjuk, hogy Linux kötőjel, akármi és egyéb, hanem úgy használjuk, hogy újraindítjuk a gépet, és kiválasztjuk a boot menübe, tehát abba a menübe, ami megjelenik, hogy Ubuntu vagy Linux, mint nem emlékszem rá, hogy mit írt ki, mert nekem automatikusan nem is figyelem. Oké, kiválasztjuk azt, és utána azzal indul. Ha az a listában van 3 darab kernel, akkor már megdicsérheted saját magadat, hogy nagyon ügyes vagy. Használsz egy LTS-t, egy tesztelésre, meg egy aktívan használt kernelt fölrakosgattál magadnak, és akkor biztos, ami biztos van, legalább 2 menekülő kaput, amin akkor tudsz kilépni a használatba, hogyha éppen neked az éppen használt kernel, amit mondjuk tesznek feltettél, nem működik. Lehet látni, és ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy hiba nélkül futott le. Nem használunk innéd onnan összeszedett kerneleket, nem forgatunk saját kerneleket odáig, amíg nem tudjuk, hogy mit csinálunk, ott odáig, amíg nem raksz bele olyan forrásokat, olyan PPA-kat, olyan tárolókat, ami nincs nagyon hozzá kötve a Linux minthez, ez a legegészségesebb, esetleg ezt az Ubuntu-s kernel forrást, ezt a PPA-t, ami a hivatalos teamnek, az embereknek, akik ezzel foglalkoznak, aznak a tárolója. Hogyha ezek mellett megmaradsz és nem raksz bele mást, akkor nem lesz baj. Ha itt mindenfajta leírásokat, kiírásokat, hibajeleket, figyelmeztetéseket kapsz, akkor esetleg előfordul, hogy nem fog indulni. Nem fog indulni neked rendesen a géped. Nyilván, hogyha nincs ilyenkor egy tartalék kerneled, amit te telepítettél, akkor nagy problémád lesz. Ahogy lehet látni, a kernel telepítés nem egy agysebészet, inkább csak oda kell figyelni, és nem gányolni vele. Én úgy gondolom, hogy ezt bárki meg tudja csinálni. Csinálja is meg, legalább 2 darab kernelje legyen a gépen, esetleg mindegyikből egy régebbi verzió is, hogyha éppen olyanja van, és mindenképp indítsa újra kernel telepítés után a gépet, próbálja ki az új kerneljét, működik-e, mert hogyha véletlenül nem működik, akkor kellemetlen helyzetbe fog kerülni, amikor azt szeretné használni, azzal indítani a gépedet. Milyen kerneleket lehet elérni ebbe a PPA tárolóban? Én azt mondom, hogy 2 útja van ennek a megtudásának. Az egyik út természetesen az, hogy fogod a terminált, és lekérdezed a Linux kötőjel akármiket, kilistázza neked, hogy milyen kernel típusok vannak. Én egy kicsit másképp közelítem meg a gondolatot, megmutatok egy olyan kis, hát nem is trükköt, hanem egy kis lehetőséget arra, hogy megnézd, hogy milyen kernelek vannak. Gyakorlatilag bármelyik PPA címét te bemásolod ide, bármelyik PPA-t így meg tudsz nézni, gyakorlatilag föllépünk a PPA-hoz, ahhoz a tárolóhoz. A címét egyébként beírtam ide, aztán ki is adta az első keresésnél, és itt vannak a meglévő csomagok, lekérdezzük azokat, hogy milyen csomagok vannak, amik úgy kezdődnek, hogy Linux, és kötőjel, és utána már nem is lesz semmi problémánk. Ide rákattintunk a csomaglistát, lekérdezzük és beírjuk, hogy Linux kötőjel, és rányomunk egy Entert, és utána ki fogja írni neked. Én az alapkerneleket szeretem használni, azt adják hivatalosan, hogyha ezen kívül más kell, akkor bizony megnézem, hogy az AVS, beütöm, hogy Linux kernel AVS, és kiadja a kereső, hogy mit tud, mennyiben másabb, mennyiben jobb, mennyiben rosszabb, mennyiben érdekesebb ez a kernel típus.
Azaz így a PPA bekötése, telepítése nélkül is tudod átnézni, hogy valóban szükséged van-e ezekre a kernelekre, van-e a kernel verzióban, akkora ugrás alverzióban természetesen, hogy te ezzel így foglalkozzál, hogyha az a 1-2-3-4 alverziós ugrás kell, vagy fontos neked, mert az fontos és tudod miért, akkor bekötöd a rendszeredbe egy parancs a PPA-t, és utána tudod használni annak a dolgait. Arra azért figyelni kell, ami PPA, tehát saját egyéni tároló. Ezt most azért hangsúlyozom ki, mert ez a hivatalos, hogy egyéni, személyes tároló, annak ellenére, hogy ez a tároló az Ubuntu kernel teamnek a tárolója. Ez egy kicsit mindig magába hordozza annak a veszélyét, ennél mondjuk nem annyira természetesen, hogy esetlegesen olyan dolgok vannak benne, ami neked igazából nem kell, igazából okozhat problémát, igazából a függőségi fádat egy kicsit összekutyulja, azaz megvan a veszélye, de én úgy gondolom, hogy hogyha 1-2-3 alverzióval frissebb kernel kell, akkor nyugodtan lehet használni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, jó kernel frissítést és jó kernel telepítést kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok!